Na hát jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit ebben a mai vlogban. Sosem gondoltam volna, hogy örülni fogok, hogy nyár van és felhős az idő, azért idén kemény melegek vannak. És azt sem gondoltam volna, hogy a nyár közepén én valaha is bármikor vizsgázni fogok. Ráadásul ezt nézzétek kivel. Jaj, jó reggelt kis testvérem! Szerinted tegnap vettem észre azt a 360 plusz kérdést? Én is! Á, de tök jó, csinálom a vitorlást, ezt soha nem láttam ezeket a kérdéseket, és így... van egy olyan, ami így közös mindenkinek. Tegnap éjfélkor vettem észre. Na hát ebből már azért kiderülhetett a számotokra, hogy vitorlás jogsit csinálunk Benivel meg a Rékával, hárma tesók így összefogtunk. És ha nekem valaki egyszer azt mondja, vagy anya, ha neked valaki azt mondja egyszer, hogy a nagy tesó és Benny együtt vizsgáznak, gondoltad volna? És kiért izgulsz jobban? Haza, majd érettségi semlékek, hogy így az utolsó pillanatig megpróbálom behozni valót. Szia anya, ne izgulj, érted, nagyon ügyesek leszünk. Hát megérkeztünk. Egy like, egy osztályzat. Legyen 5 like. Na majd mondom, mi volt, szurkoljatok. Ez az! Meg vagyok, és képzeljétek el, hogy Bennyhez átlestem az első vizsga után, mert kettőt csináltunk, két részből állt most ez a vitorlás, és az első már Bennynek is sikerült, úgyhogy nagyon bízom, hogy a nehezebb a HS is meg lesz. Siker! Irány a gyakorlás! Gratulálok! Gratulál neked is akkor! Kösz! Te mit csinálsz? Csak nem mesét nézel. Hol van a csibész kis tesód? Megmutatom. Megmutatod? Hát szia, Eli! Gratulálunk, apa! Köszönjük! Ugye nem is volt miért aggódni? Te apa! Nagyon ügyesek voltatok, nehéz volt. Időközben én hazaértem a vizsgáról, és Rami sikerült! Jöjj! Biztos voltam, például is sikerülni fog egyébként. Amennyit tanultál rá, nagyjából biztos voltam. De ezért gratulálok. Régen pont az ellenkezője voltam ennek, inkább ilyen megúszásra mentem, meg hogy hátra belehúzok. És hát mióta Ramit ismerem, és akkor itt a mesterkim, vagy az egyetem óta van ez, hogy azóta meg nem merek úgy elmenni vizsgázni, hogy nem készülök fel 100%-osan, úgyhogy ez abszolút Raminak köszönhetem. De cuki vagy, azért nem hiszem. Szerintem komolyadtál, és annyit értél, hogy beláttad, hogy... Meg igazából azt tanulod, ami érdekel, nem? Ez igen, igen. Igen. Azért maradt el a múlt heti vlog, mert erre a tesztre készültem, és hát a délutánjaimat is kitölti a gyakorlás, ugyanis hát most megmutatom nektek közben, hogy vizen vagyok, és gyakorlom a vitorlázás alapjait, hogy hát el tudjam majd vinni a családot végre. A fiúk a mai napot nagyon hasznosan töltik. Egy picit élesek, nézd csak. Van egy ilyen kis családi kis ladikunk egyébként, ahol én általában utas szoktam csak lenni, és hát szeretnék szintet lépni, most már, hogy én legyek a kapitány, és el tudjunk közösen is menni majd, mert régen rengeteget vitorláztunk, a családi nyaralásunk az Horvátországban volt, és azt egy vitorláson töltöttük, hát így nem tudom, a gimis átsulis éveim alatt, és nagyon szerettem, nagyon hiányzik, úgyhogy ezért jött az ötlet, hogy most így tesók hárman levizsgázunk. De végre jöhet most egy kis pihenés, egy kis szusszanás a gyakorlati vizsga előtt, úgyhogy jöjjön egy kis családozás, és merüljünk el az alsózsi kert gyümölcsei közt. Szedd le a pirosakat, szedd meg. A vulkámai, hogy került oda? Hogy kellett tépni, mit mutattam? Ezt kell. Szép kell. Megmutatod az epret? Jaj! Itt tudom elszedni. Hú, tényleg ott egy gyönyörű. Ha nem, azt az nem olyan jó, de az viszont nagyon finomnak tűnik. Megmutatod a kamerába, milyen szép? Gyönyörű. Most ott van egy pios. Oli, gyere át ide, ezt nézd, milyen szépek! Leszeded ezt anyának? Másik pió! Ú, de gyönyörű! Jó! Anya már nagyon szeretne ebret, úgy látom. Köszönöm! Nekem szedted?
Köszönöm. Cumi formájú eper. Nézd már, ott egy cumi eper. Felveszed azt is. Látod, hogy ott terem a cumi eper? Ott a cumi eper. Csak vicceltünk. Nézd már, felveszed. Jaj, a finom cumi eper. Kié szokott lenni a cumi eper? Egy. Bizony. Pár szem ribizli van még itt. Ez csak, ó, itt van, de hát már nagyon kevés van. Jól, leszüretelted már? Aha. Olinak nagy kedvence egyébként a ribizli. Nagyon szereti az epret. És most már almát is szoktunk kóstolni, mert hát potyog le a fáról, és most már ezek is, hát az pont nem. De ebbe például már bele lehet harapni. És a kertészünk is itt van valahol, de annyira lusta, hogy néha a medencébe találjuk meg. Hé, hey, ez utánam jött egy alma. Az hogy jött utánam szerinted? A reggelek szoktak így kezdődni, hogy még félkómába kijövünk a kertbe, körülnézzünk, hogy mi történt az éjszaka, és leszüreteljük a terméseket, amik így beérettek. Apa. Tessék. Keressek még neked ribizlit? Sokat. Jó! A szemüveget? Na hát itt a mi kertészünk, hát nem kertészünk, a nagybácsi. Kertész. Beninek is. De ez már, az ez a videó, hát abban már benne volt, hogy sikerült a vizsgád. Ja, jó. Az előbb vitorláztunk épp. Ja, jó volt. És tudod, milyen a vitorlás jogosítvány után? A horgász vizsga? Hát amúgy kéne azt is. Na de mindeközben. Ilyen se volt még itt a csatornán, hogy két kapitány jelentkezik be. Éj, sikerült a hajós vizsgánk. Ott megy a hajó, amiben vizsgáztunk, és nagyon király volt. Ügyes volt a Dani is. Közben és a Benny is. Mancsakodást. Puha. Szerencsénk volt a szél, hál' Istennek tökéletest kaptunk ki, tehát se nagy, se kicsi, és hát meg volt a tudás is. Egyébként azt valljuk, megcsináltuk, megcsináltuk, de nagyon jó fej. Vizsgabiztosunk volt, meg az egész megy a hajó. Meg a jachtklubnál voltunk. Egyébként ez nem reklám, egy ajánlás, mert tényleg profin felkészítettek minket. Úgyhogy, de jó nagy. Irány a víz. Jó szelet. Nos igen, időközben kapitányok lettünk Bennyvel. Egy kicsit így ugrálunk az időben most a mai vlogban, mert valamikor Oli volt nagyon nyűgös, az időjárás nem engedte, hogy videózzak, de remélem, hogy azért nem volt zavaró. Az igazság az, hogy nagyon szeretem ezeket a vlog videókat felvenni, megvágni, utána visszanézni, és az is örömmel tölt el, hogy ti is ennyire szeretitek, ennyire szórakoztatónak találjátok a kommentek alapján. Egy csomó mindent tudtok ezekből hasznosítani, gondolok itt a sport, utazásra, bármi tippre, gyereknevelésre, mert már azóta ebben az életszakaszban vagyunk. És szeretném itt megjegyezni, hogy ehhez tényleg ti is kelletek, hogy nézzétek ezeket, azért csináljuk még ezeket a videókat. És a szponzor oldalról is van segítségünk, ugye évek óta támogatja egy a munkásságunkat a Samsung, és lehet, hogyha ők nem lennének, akkor már nem csinálnám ezt a vlogolást. Úgyhogy hatalmas köszi neki, és persze nektek is. Idén az S22-es szériával megyek tovább, azon belül is egy ultrával. Hatalmas segítség, hogy ilyen profi eszközökkel tudunk nektek képeket, videókat gyártani. Így visszanézve a képeket, videókat abszolút látszik a minőségbeli javulás, és idén is az S22-nek szeretném bemutatni majd a funkcióit, mint például a nightography, éjszakai fotózás és videózást, a stabil videókat, tárgyeltávolítót, a space zoomot, az automatikus kameraigazítást, rendezői nézetet. Hihetetlen, hogy hol tart már a technológia. Bocs, közben bejöttem, hogy kell-e a segítségem, de úgy látom, hogy nem. Figyelj már, itt közben edzetek! Nézd, hogy most kezdjük! Valamit meg akarok nektek mutatni. Na itt most lőttem egy fényképet, és szeretném megmutatni nektek a tárgyeltávolító funkciót, ami abból áll, hogy van egy fényképed, rányomsz itt a szerkesztésre, és itt oldalt, hogyha ide oldalra nyomsz, akkor itt van a tárgyeltávolító. És itt a lényeg az, hogy le tudsz szedni nem kívánatos foltokat, esetleg a képről az árnyékot, hogyha fotózol, ez egy csomószor kellemetlen, hogy lősz egy képet és bezavar az árnyék. Na szóval, hogyha ide most ide bezoomolok és bekarikázom itt ezt a kis kék négyzetet és törlök, akkor eltűnik onnan. Ezt nézzétek. Hát ezt nem hiszem el, is nézd, hogyha ide nyomsz, hogy ezt a piros kör vagy négyzetet le akarod törölni, azt is letöröd, és akkor már is kész van a fénykép. Korábban erre külön alkalmazást kellett használni, úgyhogy szép lassan egyre könnyebb lesz a munkám. Úgyhogy köszönöm még egyszer a Samsungnak a támogatást, most pedig jövök tüzet oltani, mert úgy látom, hogy anya nem tud edzeni így. Nem, hogy edzeni? Nem, most nem hagy. Gyere, Oli, mit szólnál, hogyha csinálnánk valami kis kirándulást? Nem akarja!
Ajaj. Hát ezt mondom, van ilyen. Na kis kobold, elviszlek, hogy anya tudjon edzeni, jó? Apa! Tessék! Én előjök ide! Persze! De. Nem. Na hova megyünk, Oli? Kilátóba! És figyelj már, a kilátóba milyen út vezet fel? Meredek? Sziklás! Sziklás! És hol a te kis biciklid? Ott. Figyelj, legyen az! Nézd! Oli, legyen az, hogy ameddig tudunk biciklivel megyünk, utána lezárjuk a bicikliket és feltúrázunk a kilátóba, a jó. Sziklákon, oké? Okay? Jó, indulhatunk? Fussunk! Jó, futunk is majd! Nem, most akarok futni! Hát én biciklivel jövök. Meg én is. Jó, jó! Ez könnyen ment. Neki mentél ennek az oszlopnak? Igen. Édes drágám. Ilyen közel van ott a kilátó, és te idáig feljöttél már. Menjünk föl. Menjünk föl, jól van. Szeretlek, puszi. Jól van, drágám, indul-e, semmi baj. Te is neki menjél. Én is menjek neki? Aha. Jaj. Figyelj, neki megyek a fenyőfára mindent a gyerekért. Jaj, úgy, úgy, jaj. Segítség, neki mentem a fenyőfának, az nagyon szúrós. Nem. Te nem menj neki, húzd le a fejed! Képzeld, én is neki mentem! Fáj? Nem annyira. Neked sem már? Te is kis hős vagy? Annyira. Picit nekem is. Na menjünk tovább! Akkor közel van. Közel van, mehetünk! Micsoda drámák! Nézd, Oli, itt jelzi a tábla, hogy merre van a kilátó, és azt mutatja, hogy arra van. Ja, arra? Aha, mehetünk? Igen. Na gyere! De. Hogy van egy kutyus? Megijedtél a kutyustól? Aha. Én kiskoromban nagyon félős voltam a kutyáktól, és úgy tűnik, hogy Oli is ezt örökölte tőlem, mert minden kis kutyustól így. Hát, meghátrál. Mindig azt mondom, hogy jobb félni, mint megijedni, úgyhogy nem is baj ez. Ude megyek itt. Tényleg? De neked ez nem nehéz? Nem. Tudsz ügyesen jönni? Jó. Kicsit poros lettél, de nem ütötted meg? Nem, kicsit piros. Mehetünk tovább? Annyira ügyes vagy. Édes drágám, hogy elesett, de hát már azóta fut, ott megy elől. És tényleg az jellemző ezekre a túrákra, hogy Oli nem ilyen kis utánfutó, hanem vezeti a túrát. Na, mehetsz előre, jövök utánad, jó? Oli, én már valamit észrevettem. Oda néz, mi van itt előttünk. Látod? Mi van ott? Oda nézzetek, megjöttünk. Felmegyünk a tetejére? Akkor futás most már az aranyék, ha ilyen ügyesek voltunk. Ó, de ügyesek vagyunk. De ügyesek vagyunk. Jaj. Hát egyszer elhozzuk ide anyáikat is? Meg mamáikat. Meg mamáikat is. Meg papáikat. Hogy tetszett, Oli? Jó volt? Ha, jó volt. Mit láttál föntről? Sok fát. Sok fát? Aha. És a Balatont is? Igen. Az hol fűtünk? Ott a Balatonon. Ott szoktunk fürödni a Balatonba. Egyedül sétálok. Egyedül sétálsz? Jó. Fönt egy kicsit fújt a szél, úgyhogy megijedt Oli lefele. De én el is fogok most tőletek köszönni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hova megyünk? Megyünk ebédelni. Hogy? Hát lent a nyaralóba anyáikkal. Mi? Hol van a nő jó? Hát föntről láttuk. Ja, hogy van? Onnan, igen. Ja. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm még egyszer a Samsungnak a támogatást.
és nem hamarosan találkozunk. Na hát akkor még túrázunk, jó? Egy picit. Jó. Na sziasztok! Na sziasztok! Elköszöntél te is? Sziasztok! Sziasztok! Most eljárt. Jó, indulás! Mehetsz!